A Teknő Mese felnőtteknek Kerek erdő közepén, kicsit tisztás rejtekén, takaros kis házikójába húzódva tengette napjait egy mosómedve család. Sika mama naphosszat a teknő fölött görnyedve mosta az erdei népek elpiszkolódott ruháit, és megelégedett a sors adományával, mert amióta az eszét tudta, mindig is mosónő szeretett volna lenni. Morci papa azzal törtötte napjainak nagy részét, hogy pöndörödő levelek alágurult gurult tölgymakkok után kutatott. De jó adagot halmozott a kosarába minden más ehető bogyóból is, ami az útjába került. Szívesen gondoskodott a teknő mellett hajlongó feleségéről és egy szem neveletlen gyermekükről, Pancsiról. Igazodott is a kismosó medvegyerek, ahogy csak tőle telhetett, és élete néhány hónapja alatt annyi mindent megtanult, hogy még a szülei is meglepődtek rugalmasságán. Azért, hogy jó időbe legyen mondva, az öreg morci nem kevés ősz szőrszálat köszönhetett csemetéjük fáramászási szenvedélyének, mert ha egyszer pancsi fáramászós kedvében volt, átmenetileg mindkét fülére egyszerre kezdett nagyot hallani. Morci papa ezen a reggelen is éppen ezokból áldogált a sarki kitárt ajtó küszöbén, türelmetlenül vizslatva a környező fák tetejét. Azon morfondírozott, hogy tán a látása sem lehet már a régi, mert a nyár végi, óvatosan elszíneződő lombok között sehogy sem sikerült a kis vadóc farkát ékesítő fekete-fehér gyűrűket megpillantania. Pancsi! Pancsikám, hol vagy, angyalkám? Mászlerök tönt is kis tekergő. Mindjárt indulnunk kell, pedig biztos, hogy még fogad sem mostál. Enye, apjukom, nem ártallod fellármázni a fél erdőt? Még a madarak is alig ébredeznek, te meg úgy kajdászol itt az ajtóban, mint egy megszorult rigófióka. Mikor mosott volna fogad, szegénykém? hiszen talán éppen most fordult a másik oldalára, ha csak fel nem lármáztad már is. Hát az meg, hogy az ördögbe lehet, hiszen már lassan indulnia kellene az óvodába, ha csak el nem néztem az órát. Ejnye hát, elfelejtettem volna mondani. Úgy gondoltam, jobb, ha ma inkább itthon marad. Tegnap, mintha melegebbnek éreztem volna a homlokát. Tudod, milyen bolondul tűzött a nap. Nekünk is sok volt a jóból, hát még a kis gyöngémnek. Olyan kis szeleburdi teremtés, ha belemelegszik a játékba, mindegy neki, hogy esik vagy fúj, olyankor még a forróság sem zavarja. Tudom, én, angyalom, én ne tudnám, hiszen majd kitekeredik a nyakam a felfele nézésben, ha egyszer fára másni támad kedve. Olyan magasra felgajazik a kis haszontalan, hogy még nézni is rossz. Féltem, nehogy egyszer baja essék. Na, jobb, ha meg sem szól, a vén tekergő. Te oltottad bele a fáramászást? Pancsi ide, pancsi oda, Szíveskedtél gondoskodni róla, hogy a mosdóvízen kívül ne is találkozhasson a teknővel. Ha előbb orrontom meg a mesterkedésedet, Szívesebben neveztem volna inkább fáncsinak, hiszen úgy csüng a galjakon, mint a májusi cseresznye. Pedig azt terveztem, hogy átadom neki az üzletet, ha megérik rá a helyzet. Éppen ez az, amit nem bánok. Nézd csak a tükörbe, sikám. Megláthatod, mire jutottál a teknő fölött hajlongással. Pedig olyan tartásod volt, hajdanál hogy elég volt csak rád pillantanom, már is végérvényesen belét szerettem. Szépen vagyunk, mondhatom. Úgy látom, kezd rajtad kiütközni az időskori szenilitás. Ha emlékeim nem csalnak, ez idáig szóba sem került a tartásom. Nem mindig azt mondogattad, hogy úgy ragyognak a szemeim a sötétben, mint a csillagok? Meg hogy szinte beleszédülsz már a nézésébe is? Mi mást mondhattam volna, egész nap az erdőt kajtattam az apám mellett, hogy megtanuljam megkülönböztetni az ehető bogyókat a mérgezőktől, ami persze nem baj, mert most is abból a tudásból élünk. Tehetek én arról, hogy csak este jutottam el hozzád. Na és ha ragyogott, hát ragyogott. Nem volt abba semmi csoda, csak egyszerűen este volt és kész. Este bizony, de nem csak este, kopocsörényű bajnokom, hanem régen is, és azt hiszem, inkább ez itt a kulcs szó. Emlékszel is te már arra, mit hadobáltál össze azon a csillagfényes éjszakán, csak hogy végre összebútorozzak veled. De légy már ilyen közönséges életem, hiszen tudod, hogy még most is szeretlek. Persze, hogy tudom. Mondod, hát tudhatom. De mennyivel egyszerűbb lenne a dolog, ha sikerül megőrizni magadban egy kicsinkét abból a romantikából, amivel fiatalkoromban levettél a lábamról. Egyszerű ez így is, sikuci. Minek erről annyit présmitágatni? Igazad van, hagyjuk is. Tudtam, hogy úgy sem fogod érteni. Azzal mindketten kissé fontoskodva indultak a dolgok után. Sika lógó orral fordult be a mosókonyhába, hogy szemügyre vegye az aznapi tennivalót, Morci meg karjára akasztott kosarával, megszokott reggeli portjájához készülődött, mert a kényelmetlenné váló szóváltás bizsergetni kezdte vénülő talpait. Tűnődve ballagott az erdei út méla magányában, mert lelkében túlságosan is mélyre szántott az asszony elégedetlenkedése. Az utóbbi időben bizony türelmetlenebbek voltak egymáshoz, ez tagadhatatlan. Mégiscsak lehet valami abban a fránya romantikában, mert korábban jobban megértették egymást. Jó volt a nyáresti esti csillagrengetek hunyorgásában gyönyörködni, míg a ház előtti kis padon üldögéltek akkor bizony még megfogták egymás kezét. Ki tudja miért, valahogy az is elmaradt. A mosókonyhában sürgölődő sika gondolatai is a régmúlt körül motoszkáltak, amikor megbotlott a fal mellé támasztott teknő kiálló szélébe, mely nagyot döngbe csapódott a konyha kövére. Hínye az áldóját! Ez majdnem a frászt hozta rám! Ilyen váratlan izgalmak az én koromban már károsak is lehetnek. Hanem, pancsit alig, hanem sikerült kiugrasztanom az ágyból ezzel a hangzavarral. Jó reggelt, mamikám! Mi volt ez a dübörgés? Már megijedtem, hogy a tető szakadt ránk. Attól az egytől biztos nem kell félned, kincsem. Apád jó néhány dologhoz ért. Ami az ő keze alól kikerül, abban sokáig lehet gyönyörködni hanem milyen volt az éjszakád? Álmodtál valamit, szentem? Nem is tudom, nem emlékszem már, de mintha valamit álmodtam volna. Olyan érdekes, hogy reggelre mindig elfelejtem az álmomat, pedig hajnalban, amikor megfordulok, még azt gondolom, hogy emlékezni fogok rá. Mutasd csak a homlokod, nem vagy már lázas. bajom sincs, papikám, ne aggódj értem. Akár óvodába is mehetnék, hiszen tudod, mennyire szeretek az erdei állatokkal kergetőzni? Amikor eludom őket, felmászok egy jó magas fára, ahol végre nyugtam lehet. Tudom, kicsikém, de meg kell ígérned a maminak, hogy erősen kapaszkodsz, amikor magasra mászol? Tudod, mennyire féltelek? Persze, hogy tudom, de hidd el, nálam jobban nem tud mászni senki. Miattam egy percig se fájjon a fejed? Inkább apámmal békülj meg egy kicsit. Hallottam a reggeli vitátokat. Jobban szeretem, ha megértés van közöttetek. Úgy, mint amikor még egészen pici voltam. Az asszony felkapta a fejét az utolsó mondatban megbúvó vágyakozásra. Meglepte, hogy éppen a legkedvesebb emlékezteti a régi szép időkre. De hiszen neki is éppen ez a legnagyobb bánata. Valami megváltozott, és senki sem tudja miért zavarát leplezve mart a távol levőbe. – Tudtam, hogy felébreszt ez a mi haszna erdőkerülő. – Te kihallgattál bennünket? – Tudod, hogy nem illik hallgatózni? – Nem volt ára szükség, mamikám. Olyan hangosak voltatok, hogy még dédanyámnak sem kellett volna bekapcsolnia a nagyot halló készülékét, ha itt lett volna. Helyne, pancsika! Azért ez egy kicsit illetlen volt, nem gondolod? Dédanyád emléke több tiszteletet érdemelne. Nekem mondod, mamikám, te tudod a legjobban, mennyire oda voltunk egymásért. Nálam jobban nem szerette senki, arról biztosíthatlak. Jól van, tudom én, amit tudok, de azért mégis. Megvárom, míg apád visszaír a reggeli gyűjtőkör útjáról. Aztán mindenképpen be kell mennünk a városba. Muszáj beszerezni ezt- azt. Néha meglepetések érik az embert, és gyorsan kell reagálni. Bonyolódnak a dolgok kincsem. Valami baj van, mamikám? Nincs semmi baj, szentem. Igyekszünk vissza egy-kettőre. Ígérd meg a maminak, hogy nem csavarogsz messzire, amíg úton leszünk. Ha valamelyik pajtásod erre vetődne, játszhatsz vele nyugodtan, de csak itt a ház körül. Megbeszéltük? Bízhatsz bennem, anyucikám, Ígérem, nem fogsz csalódni. Na, jön is már, atyád. Gyorsan összekapom magam, mielőtt eszébe jutna morgolódni. Jó reggelt, papucikám! Szerencsés volt a reggeli sétád! Szép jó reggelt, kincsem! Ahogy veszik, a hulló vinné el az összes vadbalacot, ami csak az erdőben turkál. Alig lehet találni lehullott makkot, mert ezek még az éjszakai pihenés helyett is az avart kajtatják. Még jó, hogy a magasabb bokrokat már nem érik fel, mert onnan is lelegelnék az összes bogyót. Milyen bölcs sem van az kitalálva, hogy nem tudnak fára mászni. De mi tudunk, apucikám? Még jó, hogy mi tudunk? Azért ne szépítsük a dolgot, kincsem, Apád ma holnap annyira elkényelmesedik, hogy szégyen szemre a földön fog turkálgatni, mint a vaddisznók. Mekkora szégyen! Egyet se félj, édesapám! Nem véletlenül tanítottál te engem fára mászni? Együtt megyünk gyűjtögetni ezután. Te szedegeted, amit kényelmesen felszedhetsz, én meg csimpaszkodok az élet bogyók után. Legalább átadod nekem a tudást. Úgy is kérni akartalak, hogy taníts meg a mesterségre. Szívesen tanítalak én angyalom, hanem anyád végasztalan, hogy nem tud a teknő mellé kötni. Szeretné, ha egyszer átvennéd tőle az ipart. És akkor mit fogunk enni, édesapám? Azért még élek, nehogy idő előttem esetek. Amíg tudok, úgy is gyűjtögetek, ha segítesz, hanem. De azért jól lesik, hogy így gondolat kincsem. Sika mama érzékeny fülei még elkapták az utolsó mondat foszlányait, amikor kilépett az udvarra, és bár az előzmény homályba veszett, örömmel látta, hogy apja és lánya ilyen jól megértik egymást. Morci zavarában vakargatni kezdte a fejét, mert alig ismert rá kedvesére. Egy divatlabból szökött dáma állt vele szemben, legszebb ruhájában feszítve, mintha bálba menne, pedig csak a vegyes kereskedésbe készültek. Pancsi újjongva csapkodta össze két mancsát. Na hát, mamikám, elképesztően jól nézel ki, írtó jól áll neked ez a fazon, hanem papa, jó lesz, ha el sem a mancsát, mert még azt gondolják, hogy eladósorba van jó anyácskám. Túlzol, pancsikám, túlzol, de azért aranyos vagy, te meg ne bámulj már, mamlasz, hanem add a karod, mert a látszat erősen csalók a képet fest. Megszenvedek, hogy ki tudjak egyenesedni, hiszen valóban nagyot hajlított a derekamon az a nyavajás teknő. Igazad van neked, te papa. Jobb is, ha pancsika a közelébe sem kerül. Jól van szívem, hát majd csak megleszünk valahogy. Éppen itt lenne az ideje, hogy elgondolkodj a nyugdíjazásodról. Az élelemről Pancsi meg én gondoskodunk. Nem is lesz nekünk semmi bajunk, majd meglátod. Jó lesz beosztani az erőt, addig, amíg még lehet. Nehez egy csak nyugodtan rám, aztán ballagjunk, mert hosszú út áll még előttünk. A kis mosómedvelány még sokáig nézett a két öreg után, és büszkén állapította meg, hogy a pergő évekkel dacoló szülei még mindig milyen jól néznek ki így együtt. Jót tesz nekik egy kis séta, hiszen mostanában csak a munkának éltek. Mamácskát valóban jó lenne már nyugdíjazni, hiszen éppen eleget mosott már az erdő népére. Van itt hármójukra mit mosni amúgy is minek még másokét is felvállalni. Ezután többet lehetnének együtt. Mamácska is elsétálhatna velük az erdőbe, legfeljebb lassítanának kicsit a tempón. Igazság az, hogy a papa is nehezebben szedi már a levegőt, csak igyekszik titkolni. Titkolózni pedig teljesen felesleges, hiszen előbb-utóbb úgyis mindenre fény derül, Berengéséből ravaszka furcsa hangja zökkentette vissza a valóságba. Unatkozol, Pancsika? Szia, hogy vagy? Egyedül, de nem unatkozom, csak elgondolkodtam. Mit csináltál? Elgondolkodtam, az élet dolgaim. Na hát, hogy te milyen okosakat tudsz mondani, és mire jöttél rá, ha szabad érdeklődnöm? Semmire, vagy ha úgy tetszik, mindenre. Ne feszegesd a türelmem kisanyám hanem beszélj már világosabban, mert ebből az agyvaságból egy mukkot sem értek. Nyugi, ha megkönnyebbülsz tőle, elárulom neked, hogy én sem mindig értem. Azt hiszem, jobb, ha jegeljük egy időre ezt a témát, mert az én agyam már ennyitől is ledobta a láncot. Nem játszanak, inkább valamit? Bánom is én. Játszhatunk, ha nincs kedved beszélgetni. Ki mondta, hogy nincs kedvem beszélgetni? Te mondtad, hogy jegeljük a témát, vagy nem? mondtam, de csak azért, mert nem tudtalak agyilag követni. Ha nem zagyválnál, akár érthetnénk is egymást. Na jó, tudod mit? Maradjunk abban, hogy jobb beled inkább csak játszani, rendben? Jó, és mire gondoltál, mit játszunk? Boltosat? Vagy bábozzunk inkább? Játszunk most inkább olyat, amit kint lehet. Ráérünk behúzódni, majd ha melegünk lesz. Tudod mit, Pancsika? Lablázhatnánk egy jót, de a házatok előtt szűkös a hely, menjünk inkább egy kicsit odébb. A szomszédos tisztáson jót játszhatnánk. A labdázás rendben van, de a kicsit odébb az sajna nem megy. Megígértem anyának, hogy a ház körül maradok. Na és? Ha nincs itthon, honnan fogja tudni, merre játszottunk? Nem jól fogod a kérdés, kis pofám. Nem az a lényeg, hogy megtudja vagy sem, hanem az, hogy megígértem. Mit számít, hogy megígérted? Csak magunk vagyunk, a kutyát sem érdekli, mi történik arra, amerre már nem ér el a szaglása. Ez a szöveg rád van, ravaszka. De azt mondom, filozófágatás helyett kezdjünk végre labdázni, mert mindjárt megjönnek a mamáik, aztán már inkább csak velük lennék. Na, rúgja Pancsi, de ide, ahol vagyok, mert nagyon nincs kedvem a bokrok alját szimatolgatni a labdád után. Ide figyelj, ravaszka, segítenél nekem megfejteni, Miért érzem úgy, mintha kicsi elszemtelenettél volna? Már miért rúgnám máshová a labdát, mint ahol vagy? Mert a lányok általában két kétbalábbal születnek, ha addig még nem hallottad volna. Igen, és kitől hallottad ezt a nagyokosságot? Beavatnál a titokba? Ahogy akarod, az apámtól, de még a nagyapámtól is. Ezár ból, ha költözzön a bundátokba ti szégyentelenek. Hát nem sül ki a szemetek, Ilyet tanítani az ifjúságnak? Hova lesz így a világ? Még jó, hogy a rókákon kívül mások is léteznek benne. Miből gondoljátok, hogy tek többet ér, pusztán attól a balesettől, hogy himneműnek született? Azért, mert így tanították az őseink. És ha így tanították, akkor így is van. Óriási tévedés áldozatai lettetek, kispofám. De azért visszarúghatnád már azt a labdát, öcskös, mert ha nem vigyázol... Mindjárt megoltatja a tejet a szádban az a nagy okos filozófiátok. Jó, hogy éppen te tartasz nekem hegyi beszédet a szemtelenségről, pancsikám. Én nem szemtelen vagyok, édesapám, csak felvettem az elémejtett fonalat. Úgy próbálok viszonyulni hozzád, ahogy te is viszonyulsz hozzám. Csak nem kezdesz el érzékenykedni éppen most, amikor végre sikerül ráthangolódnom? Ravaszka tehetetlenségtől sértődött hévvel kapta lábfejre a labdát, nem is gondolva arra, mekkora kalamajkát okoz félre sikerült rúgásával. A labda jócskán elkerülve pancsit, elzúgott, mint egy üstökös, aztán a ház falához támasztott fatekőn hatalmasat ma messzire pattan. A teknő eldőlt, és azon nyomban ketté is hasadt. – Mit tettél, te szerencsétlen? Nem tudsz odafigyelni, hova rúgod azt az átkozott labdát? – Jobb, ha a két lábról gyártott elméletedet olyan mélyre ásod, ahonnan a legjobb szimatú harciebb sem tudja kikaparni. – Jaj, ne haragudj, Pancsi! Nem így akartam! Csak lecsúszott a lábamról a labda. – Én nem haragszom, de a papám lehet, hogy más véleményen lesz. Jobb, ha már kezdesz is készülődni lelkileg. Fogalmam sincs, mit keresetett itt ez a teknő. Rendesen a mosókonyhában lenne a helye. Szóval azt mondod, hogy nem szokott a falhoz támasztva lenni? Nem, hát. Sosem láttam még itt. Nem is értem, hogy került ide. Te, itt volt ez már akkor is, amikor belekezdtünk a játékba. Jó kérdéseid vannak. Hol a nyavajába lett volna? Nem gondolod komolyan, hogy az alatt sétált ide, amíg mi rugdaltuk a bőrt? Azt nem, de mégsem értem. Figyelj csak, Pancsi! Ha nem szokott itt lenni, akkor szerintem nem is mi vagyunk a hibásak. Hát kicsoda, talán volt itt még valaki rajtunk kívül? Nem úgy értettem, hanem úgy, hogy aki oda tette, rossz helyre tette. Mi arról igazán nem tehetünk, hogy nem a helyére volt téve. Miben sántikálsz, te ravaszka? Csak nem akarod a felelősséget átpasszolni anyáékra? Elég volt nekem a labdát passzolni. Láthatod abból is, mekkora az űrzavar kerekedett? Már hogy kerekedett volna. Egyszerűen bevalljuk, hogy mi történt, és kész. Meg vagy te őrülve? Ha ezt a teknőt az apámnak kell kifizetnie, lenyúzza a bőrömet. Olyan biztos az, mint ahogy itt állok. Meg ahogy a teknél ketté van hasadva, mert az is legalább annyira biztos. Jaj, ne mondogass még te is. Nem elég bajom van már így is. Hanem tudod mit? Mondjuk azt, hogy egyszerűen csak eldőlt, amíg mi a szobában báboztunk. Az nem hazugság, mert tényleg eldőlt. Nem, az tényleg nem hazugság. Na, ugye? Ugye, de az összes többi körülmény viszont az, és hazudni már pedig nem fogunk. Akkor már most tudom, hogy jobb lesz, ha elbújdokolok. Ezt a szégyent, hova jutottam? Ahova az a nagyokos önteltséged vezetett, oda jutottál. Ha nem sajnálnálak, még azt is mondhatnám, hogy megérdemelted. Mi, sajnálsz engem egyáltalán? Persze, hogy sajnállak. Azért mondunk el mindent úgy, ahogy volt. Nekem meg ezt tanították a szüleim, de még azoknak az ősei is. Amíg tovább szőtték a beszélgetés vonalát, Morci bácsi hangja dörrent a lomboktól takart ösvényen, majd kisvártatva ő maga is előbukkant a sűrűből. Hanem pancsi szeme valósággal elkerekedett a látványtól, mert az öreg fejét borító vadonatúj fateknő kovács hújtatóra emlékeztető hangá változtatta szuszogását. Hangja félelmetesen zengett, ahogy a házfala előtt heverő pórújjált teknő közelébe ért. – Ilyes! <coughs> Csak hogy végre lekerül már ez a kolonca nyakamból, pancsikám. Úgy látom, a repetnek végleg befelegzett. Éj! Megsillette szegény a mértéktelen forróságot. Eh, hiába, ami egyszer tönkrement, az tönkrement. De hát mit is sóhajtoznánk rajta, hiszen szépen kiszolgálta az idejét. Így is. Éppen ideje volt már, hogy új legyen helyette. Gyertek a konyha hűvösébe, gyerekek, mert még megbudjantok ebben a teknőrepesztő hőségben. Hanem majd elfelejtettem, megbújt a zsebemben egy kis finom csemege. Körbeülhetnénk az asztalt, és elropogtathatnánk az új teknő örömére.